2011-ben alakultatok, tehát 4 éve régi álmotok vált ezzel valóra. Mi volt a cél? A cél körülbelül ez volt, amit most is csinálunk, rengeteget koncertezni, mindenféle fesztiválokon fellépni, lemezeket, dalokat csinálni, videoklipeket gyártani. Azt hiszem, hogy ez most per pillanat ilyen 80-90%-os fővésben van, de kb. Még neki 5 perc szokták ezt így mondani. De előre, tehát folyamatosan csináljuk a dolgokat. Szerintem, amit akartuk csinálni, azt már rég megvalósítottuk, de a távlati terveket majd, azok még ugye váratnak magukra. Elég sajátos hangzásvilágú az, amit játszotok, hogyha nem is teremtettetek új stílust, de mégis elég sajátos az, amit játszotok. Hogyan jellemeznétek ezt? Ilyen rockosabb alapra írt balkáni életérzésű szólódalomok, balkáni életérzésű. Alapvetően meg az egész produkciónak a milliója egy ilyen délszláv életérzést próbál tükrözni. Nem nagyon érezzük benne rosszul magunkat. Tehát nem az a letargikus stílus, tehát ha valaki elmegy a koncertekre, akkor arra számíthat, hogy asztalon táncolás lesz a vége, vagy lehet a vége akár. Hát mondjuk lassú dalokkal nem törjük meg a műsort, maradjunk annyiba, hogy tehát a 150-es BPM-t azt folyamatosan tudjuk tartani. Ennek az szokott lenni az eredménye, hogy a koncert felétől az is táncol, aki nem akar, tehát aki csak éppen elhozta valamelyik rokonát. Úgyhogy hála Istennek ez működik. Egyre ismertebbek vagytok, a fesztiváloknak állandó vendégei vagytok. Hogy telt a nyár? Elég sok fesztiválra el sikerült jutni. Kiemelném az EFOT fesztivált, ahol egy nagyon-nagyon jó hangulatú koncertet sikerült adnunk. Legtöbbször nem is az ilyen nagy mainstream fesztiválok azok, ahol az igazán nagy sikereket bebírjuk zsebelni, hanem sokszor ilyen borudvarok, borfesztiválok, ahol hát az alkoholgőznek és egyéb csillagok együttásnak egy olyan jelegye áll össze, ami a mi piaci szabad vegyértékünknek az okozója is. Van pár ismert számotok, köztük a Polgármester is, amely többek között a Petőfi Rádió akusztik műsorában is feldolgoztatok. Az milyen volt, hogy sikerült? Egy egész koncertet adtunk a Petőfin, és ebből 3 nótát választott ki a Petőfi Rádió, és akkor ezeket rakta föl a YouTube-ra, ugye, hát a közösségi videós témára. Mi nagyon-nagyon szerettük, nagyon jó érzés volt, bár mondjuk ez már igen csak egy másfél éve sztori talán, és készülünk a következőre. 2 dallon dolgozunk elég régóta, ezeket rögzítettük is, most utómunkázni vannak stúdióban, úgyhogy egy elég jó hangmérnökkel, mondtam, hogy elég jó hangmérnök producernél vannak a dalok. Valamint most, ami így az akusztik kapcsán, amit te is szóba hoztál, a fejünkbe ötlött, hogy jött egy olyan megkeresés, hogy nem akarnánk akusztikba játszani egy koncertet, amire így igaziból időnk nincs felkészülni rá, cserébe szorítottunk rá időt, és Gipo Circus Pub Orchestra, vagy Pub Orchestra, még a nevet nem is pontosan tudjuk, hogy mi lesz, egy ilyen akusztikusabb felállásra, új hangszerelésre gyúrjuk át az eddigi nótákat. Kicsit az a Petőfi Rádiós akusztikus vonal lesz, de még egy picit tovább gondoltuk annál, tehát nagybögő lesz benne, klarinét, tilinkó, néhány népi hangszer így megmutatkozik benne. Körülbelül szerintem ezek az olyan aktualitások, amikkel most tudunk szolgálni. Estét tisztelt publikum, bocsánat, nem mutatkoztam, még beillennék, ez a pofa, ott a keldiektől jobbra, alatt ül a jós mellett, mikor állnak fenn a poznán, mindenki csak, licsak, bármi batán, sajnos megedik, hogy az át, az ember rém, az ember nem haja, kompon a rendszer, meg a lélek, tőle mennek a gémek, a gémeknek azok, jól vannak fényes, velük szállottuk, de azok is repülök mellé. Jövén a kifelébe, a rendőr kétje szíve, a világ végét hagyja.